Üdvözlöm Önöket a szerkesztőségből, a fedélzetről. Kezemben a friss magyar hang, és most is olyan, mint mindig. Most a gazdasági rovat egyik anyagát szeretném a figyelmükbe ajánlani. Mivel mi heti lap vagyunk, és nem napi lap, ezért mi elemzéseket szoktunk közölni, nem pedig tájékoztató tudósításokat. Megrendítő anyagot rakott össze Hajdú Péter kollégánk Románia és Magyarország összehasonlításából. Az derül ki belőle, hogy az elmúlt 10 évben Románia utolért minket. 2010-ben az Európai Uniós átlaghoz viszonyítva Magyarország-Románia 66-53 volt. Ennyivel jobban álltunk. Ez tavalyra 75-74-re változott, Románia utolért minket. A cikkben számos érdekes részletet találnak például arról, hogy Magyarországon 47% az élelmiszerár infláció, Romániában pedig 23. Folytatódik az öregkorról szóló cikk sorozatunk a méltatlan öregségre ítélve. Ez a mostani anyag is szívfájdító. Lompos Ádám barátunk pedig most a Nógrád megyei Nagylócra visz minket, egy kihalóban lévő településre. Sajnos ilyenből több mint 1500 van Magyarországon. Kérem, ne csak olvassák, hanem vegyék is a magyar hangot és ajánlják ismerőseiknek.